Gyalog, az Örsözér téri kereszteződésen lépcsőzés nélkül több mint 50 éve nem lehet átkelni. Voltak földfelszín és föld alatti tervek ennek a problémának a megoldására, de a kisebb, kozmetikai beavatkozásokon kívül nem történt előrelépés. Gyerekkoromban azt hittem, hogy amikor felnőtt leszek, vákumalag utakban fog közlekedni a HIV, vonatok mágnes pályán fognak szágúdani, autókat pedig repülő csészehajszerű járművekre fogjuk cserélni, mint amilyeneket a Jackson családban láttam. De nem így lett. Ugyanazok a HIV szerelvények járnak, mint gyerekkoromban, bár a lyukasztókat átvestették és a 90-es évek végén lecserélték az üléshozatokat is. Anyukám, amikor kicsi voltam, mondta, hogy be fog jönni a HIV a Népstadion metró megállóba, hogy könnyebb legyen átszállni. Mutatta, hogy meg is lennének a vágányok a HIV-nek. Amikor nagyobb lettem, felújították az Örsözér téri metró megállót, azt a vasszak bádok tetőt lecserélték egy modernebb kinézetű tetőre, de a HIV-et és a metrót nem sikerült közel hozni egymáshoz. Az Örsözér téri aluljáró a legforgalmasabb gyalogátkelőhely Magyarországon. A HIV és a metró között kizárólag lépcsőn lehet átmenni. Volt egy pillanat, amikor Cinkotán élő nagyapámnak már annyira fájt a térde, hogy többé nem utazott az Örsözér térnél beljebb a városba a lépcső miatt. Most azonban egy új lehetőség nyílt. Az Örsözér téren áthaladó villamospályával párhuzamosan egy kerékpárút is kialakításra került. Itt azok, akik valamiért nem szeretnének vagy nem tudnak lépcsőzni, megpróbálhatnak átkelni a Kerepesi úton. Jellemzően a legerősebb és leggyorsabb fiatalok, valamint a lépcsőzésre képtelen idősek, illetve nehéz csomagot cipelő emberek próbálkoznak a villamosok fedezékében átkelni az úton. Az M2-es metró és a Gödöllői HIV összekötésének tervei már a 70-es években is léteztek. Thank you.